szörnyű tragédia történt Hajdú-Szoboszló külterületén, meghalt egy kisgyermek, az édesapja és az édesanyja is. Ebben a pillanatban még nem teljesen biztos, hogy mi történt, viszont a települést és hát egész Magyarországot is megrázta mindaz, ami történt. Sokan azt mondják, hogy kollektív öngyilkosság történhetett, mások a férfi labilis állapotára gyanakszanak, hogy ez a tragédia kiváltóka, de akkor miért írt búcsúlevelet az édesanyja? Számtalan és nagyon sok kérdés van, itt van velünk Vég József kriminálpszichológus. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Nagyon furcsa az, hogy különböző helyszíneken találták meg a holtesteket. Az édesanyjának a búcsúleveléből tudták meg, hogy hol van az édesapa és a gyermek. Ők ketten évnyitón voltak, többen látták őket még biciklizni is közösen. Igazából a kérdés, hogy mi történhetett, az egy... Hát, hogy mondjam, nagyon-nagyon érdekes az, amikor együtt valahol részt vesznek, aztán ezt követően elmennek, és az apuka már tudja, hogy ők boldogan bicikliznek, de néhány óra múlva, néhány perc múlva akár tragédia történhet? Hát akár ez is igaz lehet, ez a feltételezés, meg az is egyébként, hogy lehet, hogy a gyereket elvitte iskolába, hazament veszít a feleséggel, és ezt követően, amikor megegyeztek, hogy mi az életük további menete, ezt követően végzett a gyerekkel is magával, a feleség is önmagával. Hát ez a kérdés egyébként, hogy ilyenkor miért viszi a halálba magával azt a gyereket, aki semmiről nem tehet? Eléggé paradox egyébként a maga a válasz is erre, hiszen arról szól történt, hogy nagy a felelősség érzet a szülőben, hogy gondoskodni akar a gyerekéről. De tudja, hogy ő nem fog élni, a feleség sem fog élni, tehát hogy végeznek de magukkal. Én végezni akarok magammal, akkor legalább arról gondoskodok, hogy a gyerekem utána biztos helyre kerüljön. Tehát nem értem, tehát hogy nekem egyszerűen nem fér bele a gondolkodásomba. Igen, nem vagyunk egyformák. Van, aki úgy gondolkodik, hogy nekem kötelességem gondoskodni a gyerekemről, mivel öngyilkos leszek, ezért nem tudok gondoskodni rá, tehát őt is elviszem a halálba magammal, nem hagyom senki másra a gyerekemet. Nem, egyszerűen nem. Ez a része a dolognak, amire a Zsuzsa is rákérdez, ez milyen gondolkodásmód? Tehát, hogy fél az az ember, aki megöli a saját gyermekét, és ha magával problémája van, akármilyen problémája is van, vagy a házastársával problémája van, ez egy félelem, vagy egy gyávaság? Jó, hogy beszélünk erről, hiszen azért az alap driver az emberek jelentős részének a félelem, tehát félelem vezérli az emberek jelentős részét. A küzdelem a félelemen, iparágak épülnek le, nem menjünk bele, csak említem, tehát hogy biztosítások, a bizonytalanságot nehezen kezelik, az emberek egy része nehezen kezeli, ezért a biztos rossz tudata is elviselhetőbb, de bizonytalan jó lehetőségének az életbetartását, az életbe tartsa magát, bízva abba, hogy majd jobbra tudja fordítani az életének a menetét. Egyébként öröklünk egy csomó tulajdonságot, érzelmi stílust egyébként, ami meghatározza, hogy milyen életvezetéssel élünk. Tény, hogy ez megváltoztatható. De akinek negatív az életszemlélete, az mindent negatívan sötéten lát. De mi az a pont egyébként, ami eljön egy ember életében? Azt segítsen megérteni, mert hogy nyilvánvalóan mindannyiunknak voltak mélypontjai az életünkben, de amikor azt mondja, hogy innen nincsen tovább, tehát vége, nincsen semmiféle olyan lehetőségem, amivel ki tudnék lábolni ebből. Hát tulajdonképpen háromszoros általánosításon keresztül jutnak ide el. Egy, valami nem megy, ez tovább általánosítja, általában nem mennek a dolgok nekem. És nem is fognak menni. És minden így marad, nem fog menni tovább az életem, másképp csak így, ezért nem érdemes élni. Hogyha a konkrétumokról egy picit beszélünk, akkor itt egy masszörhölgyről van szó, illetve egy irodavezető férről, aki elvesztette a saját állását. Sokan mondták, hogy nem tudta feldolgozni, de egyesek tudni vélték, hogy már új állást kapott. Nekem az nem fér bele a fejembe, hogy mi szükség van arra, vagy miért ment ő el egy évnyitóra, ahol részt vett egy ceremónián, ezt követően közösen biciklizik a gyermekkel, tehát magyarul nyilvánosan megjelenik, és nem utal arra jel, hogy itt néhány órán belül akár tragédia történhet. Én azt gondolom, de hát ez csak feltételezés, hogy nem akarta a gyerek megérezze, hogy mi lesz a kirándulásnak a következő. Tehát úgy vitte, hogy megérezze, és utána megöli a saját gyerekét. Tehát úgy vitte el az évnyitóra, hogy már benne volt a gondolat? A gondolat biztos benne volt, mert nem egyik pillanatra a másikra születik meg ez a gondolat, hogy végez magával a gyerekével is, de nem akarta, hogy megérezze, ezért ment az élet a maga menetében, majd délután, mikor vége volt a tanévnyitónak, az iskolának, akkor kerékpároztak egyet. Annak van-e bármilyen jelentősége, hogy a család nem egy helyen lett öngyilkos, hanem az édesanyja máshol, és ő hagy egy búcsúlevelet, amiből a hatóság megtudja, hogy a másik kettő, a gyermeke és a férje hol van. Igen, ez nem szokásos egyébként, inkább együtt szoktak végezni maguk egy helyen. Mit üzen ez? Hát ez azt üzeni, hogy a feleség nem értett egyet, valószínűleg az a gyereket is elvigyék a halálba.
mi az, hogyha nem értek valakivel egyet, vagy nem, tehát egy saját és aztán mégis megengedi, hogy elvigye, és megcsinálja. És akkor ő hazament, vagy ott volt? Nem tudom, én azt gondolom, hogy nem ment haza, nem otthon maradhatott. Akkor, amikor én látok egy ilyen házaspárt, tehát évnyitón látok én is gyermeket is, apukát is, bicikliznek is, beszélek az anyukával, nem volt látható jele. Van olyan, hát nehéz ezt mondani, hiszen nyilván ez a szülői felelősség elsősorban, de a társadalmi felelősség, hogy mire figyeljek? Hogy mire figyeljen az ember akkor, amikor riasztó jeleket lát? Van ennek egyáltalán előjele? Vagy ad abszurdum elképzelhető az, hogy pontosan ugyanolyan apuka volt, mint a másik több száz apuka, pontosan ugyanolyan anyuka volt, mint a másik több száz anyuka, csak ők belül tudták ezt. Mind a két verzió igaz lehet egyébként. Maradjunk annál a verziónál, ami arról szól, hogy hogyan lehetne észrevenni, tehát akkor valami külső jelt kell detektálni. Ez lehet az, hogy beszél arról, hogy nehéz az élet, hogy nem tud kilábalni, hogy örökké csak bajba keveredik. Én is beszélek arról néha, hogy nehéz az élet. Mindannyiunk, az összes ember, aki ezt a műsort nézi, beszél arról a barátainak, hogy nehéz az élet. Igen, de hozzátettem azt, hogy örökké erről beszél. Ja, hogy örökké erről beszél. Erről beszél. És egyre intenzívebben beszél arról, hogy nincs értelme az életnek, nincs értelme erőlködni, nem jutunk egyre a kettőre, de ez sok embernek fordul, mégse végez magával egyébként. Az a helyzet, hogy ez a család... Pontosan ez lett volna a kérdésem egyébként, hogy sok ember választja ezt a megoldást, vagy pedig mi az, amit ilyenkor kilábalásként föl tudnak maguknak hozni. Egyébként pont a gyerek szokott sok esetben az lenni, hogy miatta érdemes élni, miatta érdemes tovább csinálni, miattuk érdemes dolgozni, miattuk érdemes felállni a padlóról. Igen, az a helyzet, hogy az emberek, amikor gondolkodnak, akkor nem racionálisan gondolkodnak, hanem az érzelmek vezérlik a gondolkodásunkat és cselekvéseinket. Úgy épül fel a központi idegrendszerünk, hogy érzelemvezéretek vagyunk. Hozunk egy érzelmi döntést, aztán majd racionálisan megindokoljuk, hogy miért volt helyén való az a döntésünk, ami arról szól, hogy nem fogunk élni. Egyébként valóban bátorság kell időnként az élethez, és gyávaság a halál választása. Gyáva emberek voltak? Gyáva emberek az élethez, voltak. Élethez gyáva voltak, emberek voltak? Az élethez voltak gyávák. Végi József, köszönöm szépen, hogy itt volt nálunk ma reggel, és azt hiszem, hogy erre a tragédiára sajnos még visszatérünk akkor, amikor több részletet tudunk. Most következik a híradó, utána élőben kapcsoljuk Floridát, az Egyesült Államokat, és megnézzük, hogy például mit tesznek ott a magyarok a hurikánnál. Köszönjük.